A Megye 3 északi csoportjának két éllovasa továbbra is őrzi 100%-os mérlegét, miután a múlt hétvégén Rád 3-1-re győzött Vácharjánban, míg Vácrádot, ahogy önök is láthatták, Zebegényből vitte el a pontokat. Püspökszilágy Szobot győzte le 3-1-re, míg Sződ a Váci Reménység csapatát múlta felül 4 góllal, ezzel a tabella élmezőnye továbbra is változatlan. Rád és Vácrádot vezet, 2 pont lemaradással követi őket Sződ, újabb 1 pont hátrányjal pedig Püspökszilágy, mely csapat szintén veretlen, viszont eddig egyel kevesebb meccset játszott, ezért áll csak a 4. helyen. 3 csapat van ebben a szezonban, amely még nem szerzett pontot, a Váci Reménység, Mária Nostra és Zebegény. Utóbbi csapatnak sajnos a gólaránya is messze a legrosszabb, így a tabella Zebegény nevével zárul. A következő fordulóban biztosan nem javíthat eddigi mérlegén a zebegényi csapat, hisz a csomádi csapat kizárásával szabadnapos lesz. Egy hétre rá pedig a könnyűnek cseppet sem ígérkező Sződ elleni meccs következik hazai pályán. Tahitótfalu megszerezte második győzelmét az idei bajnokságban, miután több Szentendréről érkező játékosnak köszönhetően 5-1-re nyert Pilis Szent László ellen. A meccs már az első félidőben eldőlt, hisz már ekkor 3 góllal vezettek a tahitótfalui futballisták. Duna Bogdány 13 gólja nem a legtöbb volt ebben a körben. Fót még erre is rátett egy, jobban mondva 2 lapáttal, hisz a csapat 15-0-ra győzött Göd ellen. Bár a mérkőzés jegyzőkönyve szerint a vendégek 10 emberrel tudtak csak kiállni. Fót, Duna Bogdány és Buda Jenő áll a tabella tetején, egyaránt 15 ponttal, de Bogdány egyel kevesebb meccset játszott eddig, így a vesztett pontok tekintetében Pán Tibor csapata áll a legjobban. Sőt, a bogdányi csapat kapta az egyik legkevesebb gólt 6 forduló elteltével, Pátyal egyetemben mindössze 2-szer rezdült az együttes hálója. Visegrád a tabella 6., míg Tahitótfalu a 9. helyén áll jelenleg, a sort 2-0 pontos csapat, Csobánka és Kisalak zárja. Október hónap első fordulójában a Visegrád Solymáron vendégszerepel, Tahitótfalu Pilis Szántót fogadja, Duna Bogdány pedig szabadnapos lesz. A tahitótfalui mérkőzésre október 3-án délután 3 órától érdemes kilátogatni. Egy héttel később szintén hazai pályán játszik Tahitótfalu, ezúttal Pátyot fogadja Püspöki János csapata, egy nappal később Visegrád Pilis Szent Lászlót látja vendégül, Duna Bogdány pedig nagy rangadót játszik a listavezető Fót otthonában.